mindent. Ebben a pillanatban élőben vagyunk. Szevasztok, Babány! Vastag Csaba. Szevasztok. A nagyobbik vastag. A vastagabbik Csaba. A hosszabbik vastagabbik. A hosszabbik vastagabb? Hát nem mondtam. Na hát, ugye, nézd meg, és már szorok. És figyelj, hogy a lábamba állítod, hogy konkrétan megvágod. Elkezdünk főzni. Na, nyugj, először is, tedd le a kést. Igen. Főleg levágod az ujjamat, én megölöm magam. Szóval. Na, Vastacsom még nem tudja, de jó helyre jött, tehát hogy vigyázzunk rá, barátok között van, mindjárt csak közben elkezdem nézni, hogy kommenteket is lássam. Csabi, hol tetted a sörödet? Ugyanis, mert nem jött egy adásban, mi van? Neked már jött értesítés? Na most már ott van, és már ebben a pillanatban ezeren vannak a nézők. Úristen, nagyon durva. Ez még el sem kezdtük már 1200. Jó, oké. Okay. Gyerek, itt van Vastag Csabi, Csabikám. Hát először is egy kocintásra a szabad. Egészségre mindenkinek szavaztok. Egészség. Ma is. Boros pohárból sört. Igen, így szoktam egyébként. Elegánsabb is, meg olyanosabb, semmi lesz. Elegáns. Lefordítom egyszerűen, nagyon tróger. Tehát boros pohárból sörözni, az nagyon tróger. És semmi gáz nincsen. Nincsen el baj? Sőt, még jobban is néz ki. Jobban látszik a szépen. Egyszerűen lefordítva, nagyon tróger. Minőségi. És pörgeted a sört? Csabesz, ugye azért hívtalak meg téged, hogy kicsikét kápráztass el, főzzél nekünk valamit. Nekem is a kis rajongó tábornak. Mindenki beköszön. Szevasztok, üdv mindenhonnan, Szerbiából, innenhonnan. Imád téged, Kitty. Jó, oké. Mindenki beköszön. Közben kifaggatjuk a Csabit, lehet írni a kérdéseket. Kifaggatjuk mindenről. Jó, gyerekek? Tehát, hogy mindent megtudunk Csabiról, a szexuális életéről, a mindenről. Vagy nem. De nyugodtan kérdezik. Megjel mindenképpen megkezdünk. Kérdezhetek egyet is, nem? Fognak kérdezni, abszolút. Pedig meg nyugodtan kérdeznek. Fognak kérdezni. Csabesz! Közben elmondom, mit fogok most csinálni. Jó? Ez a bajnokok reggelije, illetve a bajnokok vacsorája, vagy a másnaposok evédje, vagy bármi. Az arról szól, hogy bármi, mit találtál ütőbe, azt össze Csabi, egy rántottává. Kérlek, nyugtass meg. Tehát az történt, hogy az első részben, amit nyomtunk, ott az volt, hogy Dérheni csinált, elment a CBA-ba és vett Mirelit raviolit, és csinált hozzá egy tejszínes mártást. Tehát nyugtass meg, hogy nem egy kibaszott rántottával jöttél ide. Sőt, a kaszakonyha második részében. Nem, ez egy upgrade-et rántotta, az úgy néz ki, hogy tényleg a te tróger, ugye nem jöttél ide egy kibaszott rántottával. Attól függ, hogy mi van a hűtőben. Ez nem egy rántotta, ez egy ilyen, hogy is mondják, ez egy ilyen... Ahogy is mondják. Ez egy mix, ami amit én jelenlezem. A műtőnek jelenti azt jelenti, hogy mi ember vagy. Ez már hűtőben beszélünk majd. Tehát akkor végül is idejöttél, hogy egyszerűen lefordítsam azok kedvére, akik nem értenek kamul, hogy végül csak idejöttél a baszt. Egy rátottál. Egy újra rántottál. Az meg igen, ugye? Tényleg, az van, hogy a Dérheni megalázott egy CBA-s raviolival, de a Vastagcsaba megalázni egy kibaszott rántottával. Oké, de akkor viszont olyan legyen. Az olyan legyen, hogy szíved lelke. Olyan lesz. Igen, hogy jók szírják. Azt mondják, hogy nem beszélek hangosan. Jó, na szóval akkor hangosabban. Szóval nem egy rántotta, nem egy sima rántotta, ez egy igazi, nagyon kibaszott rántotta. Földös műsorban egy kibaszott rántotta recepttel. Kezdjük el. Jó, Csabi, segítek neked, hogy el tud kezdeni. Csak azért, mert elmondom, hogy még ezt sem tudom megcsinálni. Itt a recept elhozta leírva. Le van írva. Azért hoztam el leírva, és első azért van rózsaszín, mert elfogyott a kék. Ebből piros, és a végén maradt a rózsaszín. Nem igaz. De elfogyott. Hát közben, recept közben kifogyott a Csabék már a tinta. Ebben a pillanatban 3000 élő néző van. Ez csak, hogy Csabi is oda tudja tenni, ahol való ez a dolog. Szerintem 10 milliós oldalak csinálnak ilyen, vagy ilyen 5 milliós oldalak csinálnak ilyen nézettséget. Tehát szeretnek téged. Bármit is tart a közhiedelem. Van, aki szeret. Engem nem. Na szóval, az a lényeg, hogy muszáj, hogy elkezdjük ezt az egészet csinálni, mert sírás nekünk percen belül, mert hagymát kell várjunk. Figyelj! Nem akarsz segíteni? Hát, vagy ez a műsor, ez hogy mondjuk, hogy ezt elmondom, hogy lesz ez a műsor. Hogy, viszont én meg nem, elmondom, mi van. Hogy simán lehetett volna az, hogy te valami egyszerű kaját csinálsz, de hogyha te idejössz és hülye vagy, akkor hagymát fogsz szeretelni most 10 percig, én meg röhögök rajtad, mert miért ilyen recepten jössz színe? Mert mi az maga? Azért, mert ez egy nagyon finom kaja. Ez teljesen jó. Az van, hogy igazából szemről tartom azt is, hogy biztos diétázol, meg biztos fontos neked az, hogy egészségeseket ajánljál. Azért hoztam neked ilyen receptet. De segíthetné egyébként annyit, hogyha van rámod, akkor várj már fel azt a másikat légy. Te kedves vagy. Jó. Csabi. Beszarad. A csávi. 3100-an vannak közben. Na nézem közben. Csabi, akkor hogy legyen azért, adjak egy tányért, amit beleteszed? Aha. Illetve be tudom rakni egyből a májját. Csabi. Jó,
volt jó. Is. Emlékszel rá, mikor olajat öntöttünk alá? Nem, de majd mondjuk. Majd fölé öntjük? Most jön, aha. Ez hosszú este lesz. Lokerdi, Csabi, de imádlak. A receptet elküldhetnéd ide Eveli. Ja, hát figyelj, nézd végig az adást, és majd meglátjuk, hogy... Látom, félek én is. Remélem, jó lesz. Mit főztök? Na jó, adjunk neki egy nevet, Csabeszkám. Hát legyen... Mi van? Lefogytál? Csabi, Csabi, te azért most emellett nem menjünk el szó nélkül, hogy, hogy tegnap te biáztál. Hogy érted? Azért vagy ilyen csúnyán szétcsúszott. Te tegnap te... Hogy néz ki a konyhám? Csak azért nem, hogy a hagymát nem tudom rendesen. Nem, azért, mert láthatóan, figyelj, mi volt, azért volt, elmondhatod most, hogy mi volt a Star Academy buli volt nálad, és nem kell el. A Star Academy egy nagyon-nagyon jó műsor, és volt egy kisebb buli. Kisebb buli? Kisebb buli. Hát figyelj, elmondom azért csak annyit érdekességképpen a kisebb buliról. Csak azért, Csabi, még el kell lazítsuk, még nincsen rajta az online-on, még kamu üzemmódon van. Anyu volt, délbe fölhívtam, és a csávó azt mondta, hogy, hogy óriási ötlet, hogy jön ma hozzám, de még most fog lefeküdni. Tehát ő a Király Viktor a déli gizértek, déli söröztek. Viktor most ment haza. Viktor, ha nézed az élőt, jobbulás. Ez akkor szevasz, szevasz, szevasz. Már most éppen szerintem a testvérével van a Starban, Starban. Ja tényleg. Na gyerekek, egy picikét kezdjük el, addig kommenteket olvasunk a Csabinak. Csabi, van időm, tehát nem kell ez, nem időm. Ja. Üdv Angliából, úristen, ez most tényleg rántott el, ezt írja valaki. Miért áll meg, mi megáll, most ki ne találjátok. Akadozik, azt mondják, hogy akadozik. Nehogy akadozzon. Most ki ne találjátok, hogy megáll, oda akkor inkább a vezérlést. Ide mellé, inkább megnáljon nekem. Nem akar. Manu is nézi, mindenki véletlenül, attól függ, hogy milyen megye. 3300-an vagyunk, zseniális. Ha van leírt recept, akkor van neve is, csak tagadja ide, Zsanett. Lehet, hogy kell. Egy volt neve. Imádom a Csabát, de Tibi, te vagy az élet. Hát Tibi. Ugye, ezen a... Te vagy itt van. Emiatt ne vágj le az ujjadat. Van kell jobban főzni, mint ti, mikor gyulladt ki a konyha. Na. Írják többen, hogy akadozik, de én nem látom, hogy akadozna. De most igenis most megállt? Ne. Most ki ne találjátok. Jó, mindegy, ezért csinálj Csabi, hát csak magára talál, csak ne jegy meg, ne jegy meg. Csak van az kamu üzemmód. Országos áramszolat, igen. Ha országos áramszolat, akkor megölöm magam. Igen. Megállt? Nem, semmi. Jó, akadozik. Jó, egy-két akadás, ne akadjatok ki. Csaba ragú írja valaki. Tudod mi? Már sírok is közben, azt nem. Csinálj egy Csaba, csinálj. Nem akad, írják, mindenki nem akad. Nem akar segíteni? Ti nem, Csabi, nem. Kurvára nem. Csabi, Csabi. Én imádom, hogy kapkodunk, de ez a héja Csabesz. Az nem annyi, az a közepén volt képzelni. Akkor tedd már ki belőle egy falatot. Okay. Csabi? De akkor a gurmé vagy? Hát nem, Csabi, nem, csak benne van a családban, nem eszünk meg a szemetet. Gurmére csak ennyi. Ittad magad szemetet. Oh, Csabesz. Na jó, ennyi volt. Na jó, gyerekek, vastag Csabi, és a szemét lántott rájön. Kéne nekünk egy olaj, valahonnan, olaj. Nézzem egy csávú. Olaj. Szerintem ott lesz Csabesz, de tudod, otthon vagy. Nézd, hogy se rányultál. Na, szóval. Baszat, jó arc. Hogy üdvég a rendszer? Csabi, de már most már ezt alágyújtunk annak a nyomorék másfél fej zenekarnak? Persze. Most éles vagy, nem? Hát most te fasz se tudja. Na, bekapcsolom neked. Igen. Biztos így kell, Csabi, hogy most csak elizgulod. Tudom én, csak próbálj. Nem izgulsz? 3300 wifi. Semmi se akadozik, csak akinek Tesco-s wifi-je van, azt írja valaki. Egyébként kurva, Tesco-s wifi. Ez jó. Na! Jó, nem akadozik, majd valaki bejött, nagyon akadozik. Jó, engedjük el, leszorom. Aki akadozik, az... Tök mindegy akadozik. Na Csabesz! Tehát most egyelőre annyi történt, hogy Dérheni után most Vastag Csabi is megalázza a kaszakonyhában. Ugye Dérheni idejött egy CBA-s raviolival, Vastag Csaba pedig... Na mi a neve? Mit vártál? Mit hoztak? Én azt mondtam neked, amikor üzentem, hogy olyat csináljunk, ami ilyen randi kaja. Én ezt teszem egész nap. Ez az én kajám, érted? Ezt szoktam csinálni mindenkinek. Sőt, hogyha arról van szó, hogy szeretnék magamnak főzni, akkor is ezt csinálom. Viszont Csabi, egy dolog egyértelműen jól halad, a kaja. Viszont nem iszol rendesen. Viszont nem. Nem iszol rendesen. Csumi. Itt van velem. Milyen jó képű már, nem? Adjad nem. Nem jó a dumája, de jó képű. Tehát, hogy szerintem nem olyan kibaszott nagy a dumája, de milyen szép már csávó. Tehát, hogy én rajtam klasszikusan látszik, hogy hajnali gyerek vagyok. Tehát engem valószínűleg nem akartak a szüleim, de a Csabit nagyon akarhatták. Biztos. Nagyon figyelhettek, mert... Miből? Hát látszik, hogy gyerek, gyere vágy, de Manu, egy pillanat, nézd meg közelről. Hogy Manu kell, nézd meg közelről, hogy milyen szép, nézd meg, hogy szép férfi. Boldog. Mondom, nem annyira jó a dumája, de nézd még mi ez. Tragédia. Figyelj.
figyelj, hogy... Ez már sűrű vagy valami. Hát Csabi, nem, de többen nehezményeznek, hogy most komoly hogy látod, tehát hoztál, csinálom, tehát nem az a van, az történt. Biztos, hogy értesz el a... Mi ez a... A tűzhely? Tűzhelyhez, aha. Ah, lehet, hogy értek csak ez. Na, Tibi, hányszor kimondasz egy csúnya szót, haverjaimmal iszunk. Fél óra után más univerzumban vagyunk. Mondd gyorsan, mondd ki. Bazd meg. Rám is iszok, rám is iszok. Persze. Bazd meg. Azt mondtad egyébként, hogy te csúnyán beszélsz, és ahhoz képest olyan vagy, mint egy ilyen szűzlány. Igen, mert azért értem azt, hogy ez egy ilyen live stream akármi, de az ember azért moderálja magát, hogyha... Hát szerintem nem kéne. Kérdezi valaki, hogy mi a lámpa Csabeszkán? Mi a lámpa? Nem vagyok itt jó dományban, mi? Azt a kurva! Mi a tűzhely? Mi a téma? Fürött téma? Semmi, főzünk, hát tényleg. Nagyon-nagyon fontos, hogy kérdezik többen, hogy telefonbetyárkodás veled is lesz-e majd. Dérhenivel ugye telefonbetyárkodtunk, ezt találomra hívtunk föl számokat, magánszámról, és egy kis gonoszkodás volt, hogy te ettől óckodsz-e, piromkodsz, félős vagy-e, kislány vagy-e? Miért hívjuk őket fel? Mi a cél? Kitalálunk valamit. Hát csak, hogy szarakodjunk. Ezt ilyen. Hát csak, hogy szarakodjunk. Semmi másért. Tehát igazából nagyon más célja nincsen, mint hogy... Hát ő fel. Kicsikét. Ne aggódjuk magunkat. Nehogy már mit mondtad. Figyelj, hány néző van nálad? Nálad szög meg át 3300-nál? Darabra? Na, Csabi, nagyon másnaposnak tűnsz. Anyám? Azt mondja, ki írta hozzád a kerém, gyere álljék olyan, ki írta? Szerintem azt az írta, aki velem volt tegnap, vagy ismétem ezt. Na, tegyük ki! Na, Csabit megtanítom. Hozd ide a telefonod, megtanítalak Facebookozni. Hozd ide a telefonodat, és kitesszük az oldaladon, hogy live-ba van. Mit tanítottam neked? Menjél fel oda, nézd a Facebookra, keresd ki az oldalamat, ott van, előbb belájkoltad. Itt a linkje. Na, most a Csaba követők. Ott van, nézd, hogy ott vagyunk, és ezt most megosztod. Várjál, azonnal vagy be, vagy a... Hey, de várjál, nem összes... Ezt a nyomorúságos izélt... Ne basznak fel. Telefont. Menj át ezért a... Hova? Hivatalos oldalra. De nem az, ezt innen el kéne, hogy... Igen. Azonnali megosztás. Most kivettem a privátot. Várjál, üzenet! Várjál már! És akkor, várjál? Nem kell, de most. 3400. Mindegy. Engedjük el. Jó, 3400 a mondat. Most a Csabi oldalán most akkor pihenjenek. Mivel érkeztél a Tibihez? Kérdezik. Milyen kocsid van? Range Rover. De tele van. Hát, neked milyen kocsid van? Hát, mi gyalogjár. Ó, persze. Milyen kocsid van? Gyalogjárunk. De tele van. Nincsen. A gyalogjára az taxival jár. Nincsen. A taxival jársz, akkor nagyon tele van. Nincsen kocsi. Főzettek is közben azért. Ha lesz telefonbegyárkodás, már küldik a számítőteket. Jó, de hát is lehet egyébként, hogy külön missziókat adtok nekünk, hogy kit hívjunk föl és mivel szívassuk meg. Csabi mindenben benne van. Csabi mindenben benne van. Csabi úgy nézel ki, mint Özil. Most éppen? Valami a szélek. Tibi, miért fogod elérni a kölyök? Múltkor hozzád befekült ágyba Henni, most Mankerhez van, hogy befekszik a Csabi. Oh. Úgy látom, hogy fogékonyan egyébként Csabi lesz, hogy mindig jött a Manker, azért elakta felé énnek szinte két napra. Tibi, te állat, szakadt asztra. Kinek van te állat? Nekem szakadt asztrám van. Na gyerekek, Csabesz csinálja a nyomorúságos ránkottáját. Csabi. Jó lesz, hogy megálltad. Jó lesz? Nagyon jó. Jó a hőfok, Csabi? Hát figyelj. Ennyit van. A gyakran 7-es? Tudsz még? Na, mikor kicsi voltam, minket is hívogat a telefonbetyárok. Jó. Na gyerekek, lehet kérdezni közben Csabitól, elkezdem majd én is hamarosan kérdezgetni. Közben azért egyetlen dolgot muszáj vagyok beárulni, hogy Csabesz idejött, nem által volt idejönni hozzátok törött bordával. Igen. Verekedett a Csabi. Csabi fiú. Most beárultál. Beköptél. Nyugi, mert szűz le. Mi a kis csak? Félős vagy? Nem, tényleg jó volt. Hát volt egy kis baráti összejövetelés, és egy baráti verekedésben. De hogy lehet baráti egy verekedés? Hát hogy tudod, a mutogatás vagy vágod. Aha, hát az előtted van? Tehát egy Csabi baráti verekedésben eltört a bordája? Ezt történt, igen. Na de mi volt? Egy szórakozó helyen visszafordult. Hangosan nem hallanak, te nekem így ilyen. Nem hallasz, most hallasz? Nem hallasz. Egy szórakozó helyen visszafogottan hittük az ásványvizeinket, szénsavmenteseket, és
ilyenkor mindenki ugye harcművészre iszta magát, és volt egy ilyen, hogy mi lenne, hogyha elkezdünk egy picit verekedni, és hát ez lett a vége. Úgyhogy most effektíve még ülni és állni sem bírok semmit, csak tekint szabad mellé. De jó. Ja. Csabeszká, hogy áll a rántotta? Azon is szarul. Ki volt a szarul? Igen, ez rettentően néz ki. Ne, Csabi, nem, igen. Ez most még gáz. Várjál. Teszek még rá még egyet, hát úgy jobb lehet. Csabi, de ez egy ilyen... Jó, nem tudom, hogy látszik egyébként, nem próbálom nektek megmutatni. Ez nem néz ki jó a csapás. Tehát, hogy ide jöttél, ez nagyon kellene. Jó lesz mindjárt, hogy meglátod, milyen fasz lesz a végén. Közben 3600-an vagyunk mindjárt, ezért nagyon-nagyon szépen jönnek az emberek. Tehát vélhetően azért annak ellenére mondom, hogy Csabinak a dumája nem akkora, azért mégis a látvány. Jó, hogy hozumány van. Nem, mert fel akarnak lazítani, mert valamiért még ezt a szűzlány üzemmódba vagy is. Ez nem tetszik. Figyelj. Nem is szól. Mert nem is szól. Nem is szól. Csabi, keverjétem, Adi, átveszem az meg. Tehát, hogy most ugye, ha jól értem, hogy kolbászos rántottal ezt megcsinálom, Adi, te ilyen. Ilyen kolbászos, ugye, a kolbász is kell a kolbászos rántottába. Ne igyen le. Régi barátok. Ott a kajája, nézd meg! Küldött egy lányi telefonszámot, hogy hívjátok, és mondjátok meg, hogy eltérhet az egész bolyba tartotok, hogy tudod segíteni, nem az ő telefonszámot. Jó, küldjétek a számot, kit akartok megszivatni, és Csabesszal megszivatjuk, mert egyébként erről a kajáról tudnánk még bővebben beszélni, nem tudom, hogy azt akarjátok-e. Csináld már egy szívet. És az meg van, hogy közben rám szól, hogy csinálja. Szerinted a... Eljön egy főzőműsorba, és én csinálom helyette. A gyerünk! És kiveszik. Nem veszem el. Na, meg hívjuk a számot, nem? Hívjuk, ne hívjuk. Még nem, még nyugodtan csinálj. Mi van idő? Hovarról van? Magad rajta, mi csinálj a fölött. Jó, nem néz ki már rosszul, de nem. De mindjárt jó lesz. Kavargassa, de ez van magad, ugye? Figyelj csak, ez egy ilyen... ez egy ilyen 25 perc még, és már mindjárt jó lesz. 25 perc? Aha. Irántotta? Hát igen, mert ez nem egy ilyen egyszerű rántotta. Na jó. Csabesz, ha picikét beszélgessünk, azt mondtad, hogy te ezt a kaját csinálod mindig. Aha. Amit egy pici szomorúan hallok, milyen vagy, amikor randizol? Tehát itt érzed... Magásszál vagy, én fölveszem. Vastag Csaba telefonja, Kassa Tibor vagyok. Jó, bele se szóltak, bazd meg. Milyen ismerőség vannak neked? A magánszámoló többnyire valószínűleg... Azt hiszik, hogy az üzés, sikosító. Nem, ez nem sikosító, ez az ilyen üzés, üzenő vagy, hogy hívják. Van kell így belerohantázni, mivel valaki meggyanúsított, hogy sikosítóval? Igen. Nem, de miért? Sikosító nem lehet, az fönt van a fürdőben. Így van, csak fönt van a fürdőben. Na jó, hívjátok fel Sebestyén Balázst. Jó, egy picikét most beszélgetünk őszintén. Készültem pár kérdéssel, hogy picikét, ami kavargatod, addig felváltó megyünk, de közben így áll. De közben így áll. Lazuljál. Csak miatt iszom egyébként. Amúgy egyébként Csabi nem szok tanúsítom, hogy nem iszik. Soha. Tényleg. Hülyeség a legjobb. Jó. Na igen. A Csabeszká. Tessék. Hát ezeket rögtön át is ugrom. Igen. Tessék, hát! Gyerekek! Ne. Sex kvíz Vastag Csabának! Ezt szeretni fogjátok. Közben 3800-an vagyunk. Ezt mindjárt egy picit jönnek és a rekordszámok lesznek. Megérdemlitek a sex kvíz. Tessék! Mikor és hogyan lettél felvilágosítva? Hangosan? Szerintem ilyen óvodában. A kanapé mögött egy kislány. Ne hűlj a kanapé. Aha. Ja.
Na és a frankó, tehát amikor már, hogy, amikor... Ilyen frankó nem volt, hogy azt mondtam arra, hogy, hogy ez így működik, hogy ezt kell csinálni, hogy ilyesmi. De akkor tovább kérdezem, mert nem ez volt a papíromban. Hány évesen volt először nővel? 12. Csak szívac. 12. Hogy 12 évesen volt először nővel. Igen. Nem igaz. De nem pontosan... Nem minden úgy volt, mint hogy gondolom. Egy idősebb lány volt az iskolában. De jó volt amúgy. 12 évesen? Te ne hülyéskedj már! Hát engem akkor még a Szafira nem engedtek el egyedülről. Hagyjad már magad az előtt! Ismerem a fajtát. Isten! Chavez! Na gyerekek! Akkor egy info. Csabi 12 évesen volt először nővel. Fia Csabi, ha lerágod a lábamit, én nagyon komolyan megverlek. Na! És jó volt, hogy olyan jó volt láttál? Jó. 12 évesen. Hát, 12 évesen minden jó már szerintem. 12 évesen tökéletlenül. Na, gyerünk tovább. Vannak-e magadról szexi fotóid? Ha igen, milyenek és miért vannak? Nincsenek és direkt nincsenek. Semmilyen. Mert? Típus. Hát meg ahogy elveszítsem a telefonon, vagy kikerüljön, vagy valaki lemásolja, vagy miért vigyem el a zsebemmel, vagy a zsebeddel egy képet el szoktál küldeni? Folytani a zsebedbe, és lehet, hogy iszten... Elküld magadról egy ilyen farkas képet. Igen, a zseb az olyan, hogy egy ilyen felállított farkas képet elküld magáról a zseb. Nekem a zseb az olyan, hogy szokott válaszolni SMS-ekre ilyen zsizz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 
tertél már föl? Várjál, mert ne verjél fel semmit. Na várjál! Na tessék! Követtél-e már csajodat, vagy volt, vagy féltékenység, vagy kutakodtál-e már utána? Hát még nagyon kiskoromban, de rájöttem, hogy hülyeség. 12 évesen az hát első csajodat? Nem, ilyen 18 éves koromig voltam ilyen féltékeny fajta, de rájöttem, hogy nincs értelme a féltékenykedésnek. Tehát, hogyha valaki akar valamit elkövetni, akkor úgy is megcsinálja, ha meg nem, akkor meg úgy sem. Tehát nincs értelme követni senkit szerintem. Csabi, csak miért mennybe mennél? Mert látom, hogy kicsikét így kezdesz fél nyilvánni. Nem, semmi. Kavargatom, így el. Csinálom. Még egy kell ebből a szemétből bele. Aha. Egyik az egész. Milyen kaja lesz ez? A szemétből. Milyen kaja lesz ez? Hát neked csinálom, baszki, örülj neki. De azt nem látod volna, hogyha megkérdezem én is, mert én utálom a paradicsomot. De megeszem a szemetedet. De nézzetek már rá, ez mi az? Nem baj, ráérzékeny? Nem ők érzékeny, csak utálom. Hát ott van, hogy hibaznál az érdekes. Csavesz. Nos. De azért ilyen a... Ugye az előbb már rámentünk arra, hogy nem véletlenem annyira ugye nagy beszélgetés. Nem, hogy te egy klasszikus, ugye klasszikus ilyen ez a jó csávó vagy. Nyilván a fellépéseiden azért a nők vannak elő, gondolom, kevésbé palik. Egyáltalán nem. Ki lehet állt, hogy palik vannak az elsősorban? Nem, de vannak ugyanúgy srácok is, meg vannak családok is. Hát elmondom, hogy a Vastag Csabi meg az én koncertjében kettő okból vannak palik, az egyik kompromisszumból a csajának, a másik tévedésből. Azt hogy rá nem jönnek palik, azt ki lehet talál? Hogy valaki elhozta a csaját. Igen, ennyi. Na de hogy? De jönnek. A legdurvább betámadás koncerten. Nekem? Nem, anyám. Egyszer egy diszkóba levették a ruhámat. Majd teljesen. Nem. De. Jaj, járjunk meg itt fel. Jaj, ilyen bulik vannak nálad. Nem szólsz. Igen. De. Na mindegy. Mi volt a legdurvább felajánlkozás? Felajánlkozás? Ez ilyen, inkább ilyen ilyen. Olyan legyen, amit nem fogadtál rá. Hogy nekem vagy lesz. Ezen sarkozok egyébként. Tehát én e-mailben és Facebookon történtek meg ilyenek, hogy valaki rendesen becasting volt. Jó, Csavesz, nem nézek oda, egyet mutatnod kell. Nem fogjuk meg, nem oda, csak nekem. De oda nem mutatjuk meg. Egy ilyet, aki tapintatlanul bejözzen, nem fog róla semmit mondani, csak igazolom, hogy ha azt mondsz, nyissuk már ablakot, közben nagyon meleg van, és forrók a témák, kezdek bele lendülni. Gyere, Vastag Csabi, nem mutatsz most a telefonjából egy nagyon betámadó üzenetet. És megnézem, hogy hazudik-e. Betámadott, nem mutatok neked. De olyat mutassál, figyelj, nem. Cickót nem, akarok. Az, hogy nem, cickót. Nem bízok benned, és tudom, hogy... De nem mondom el, megesküszöm, Csabi. Annyit mondok, hogy van-e, hogy küldte el a cickóját. Nem mondok nevet, semmit. Csak, hogy van-e cickó, vagy nincs-e cickó. Nem? Esküszöm. Megesküszöm. Jó fiú leszek. 4000 ember előtt megesküszöm. Jó fiú leszek. Miközben odaég ez a szemét, paradicsomos valami zsír, amivel megalázta a főzőműsoromat Vastag Csabi. Megnézzük, hogy van-e
cickós üzenet a telefonján. Rajongótól. Kép is jó? Jöhet kép. Na mutasd már, ne legyen, mert nem mutatjuk meg oda, csak én igazolom, hogy tényleg forró ki a rajongói. Megnézzük, hogy Csaminak a telefonján forró-e a műsor. Csak mutasd, nem tudod, de hátad meg az is kamera van. Igen? Mutasd le hátsó kamerát. Tényleg? És most mutattál meg annak, te hülye, hogy ennyire nem vagy rafkós, hogy ennyire nem vagy rafkós. Várj, megkeresem. 4100-an vagyunk. Csinál. Azt mondja, csinálja te. Mi? Annyi paradicsomot raktál bele, hogy ez egy hétig lehet itt főzögetni. Biztustalan lett. Adok egy közelít róla, hogy lássátok, hogy milyen a szemét. Na, képek küldése, oké? De mutasd. Ó, oh, menj már. Ezek jönnek? Uh-huh. Nincs is tickó. Hagyjad. De föl vannak öltözve. Olyat mutasjál, hogy izé van. Ó, Csabi, nagyon csalódtam, mert ennyi jött. Ennyi jött, ez a 200 nem volt elég. Gyerekek, Csabesz telefonjában szűzi rend van. Egyébként tényleg. Oh, én egy megbízható kedves fiatal. Sehol nincs egy tolakodó izé. Ó, Csavesz, te egy rendes gyereknek mint én, azt rógyed. Na, mit hallgassunk, Csavesz, DJ-szél? Bármi. Mi a kedvencem most? Én többnyire rockzenét hallgatom. Na jó, Csavesz, csak azért... Nem, gyere, mert most igazából a Délhennyivel van csak összehasonlítási alapom, gyere? Igen. Mert a Délhenny, amikor itt volt nálam, akkor bevállalta, hogy ezen a széken erre a számra tverkelt, rázta a segít. És azt gondolom, hogy egyesélyed van, kurvára föl fogsz állni erre a székre. Kurvára nem. Te mindent megcsinálsz. Te vagy az, aki bulikon, tudom, hogy letéped az ingedet, mész előre. Bulikon? Nagy konyhával. De elmondom neked, fél 4000 ember, ez egy kisebb csarnok. Erre a számra a Délhenny megrázta a segít, megmutatta, hogy van benne. Na, te fölmész, mert én is fölmegyek. Először megy föl te. Na figyelj, Csabesz, ez egy konkrétan nagyon kellemet, amit csinálsz. Nézd meg, hát több fél, ezt tudod. Rázd már meg. Hát te hülye van. Na, kívánják a segrázást. Dehogy imádják. Csabesz, most puha vagy. Most puha vagy. Hogyha nem mersz fölmenni, kicsit verkelni. Csabi, a Tiburit rakta szart. Gyerekek, mit intéztek? Mit? Lányok. Na, Csabi. De nagyon örüljegyek, hogy az a szükségek volna. Jönnek a nevek is a tövegyek, semmi gáz nincsen. Jaj, de kemény. De figyelj, írnak valamit? Hogy... Írnak egyfolytában, Csaveszkem. De egy picit akkor kommentelőkkel foglalkozunk. Foglalkozunk, ha? Szevasz Áron és Zoli. Te úristen, nem vagytok normális, hogy írja Anna. Nem, én nagyon csalódtam a Csaveszban. Mit akarsz, Csabi? Följebb emlék. De odaégetem a nyomori paradicsom szószorot. Na, Tibi és a tverkelés level 100 írja, igen, én tverkelek. Csabi ellazáskodta. Na, Csabitól tudtok kérdeni, Csaba nem vesztesz semmit, tedd meg Tibi akaratát. Ja igen, nem vesztesz. Persze. És félrehúzta Csabi, ezt miért sem? Mert akkor befejezni. De így csak rájutod a tovább? Nem, kell egy pohár hozzá. Van poharod? Csabi, használj. Köszönöm. Csabi, ezt megengedhet, hogy tartsam neked? Mit akarsz csinálni a tojással? Beütöm. Hogy amelyet valamelyik rossz vagy. De nem vered föl? Nem. Semmi színe. Ha meglátod, mindjárt jó lesz. Szeretni fogod. Yeah. Okay. De special... Special rohadt úgy. Special. Hát tényleg jó lesz. Na Csabesz? Igen? Yeah. Kicsit beszélgessünk őszintén. Már megint. Jön a kérdései, ezt nem hiszem. Keresek valamit. Na, volt-e már olyan... De már előre fél a Csabi, nem is nagyon. Hiszem, hogy lemondtál csajról, mert egy barátod megkért rá. Nem, de olyan már volt, hogy lemondtam csajról, mert egy barátomnak a volt barátnője volt. Te mekkora tróger vagy, de arról nem mondani, hogy rád mozdult, és te közben az erkölcs harcosaként azt mondtad, hogy nem, valaki, fúj. Valaki, ha valaki egy volt barát, vagy egy barátomnak mondjuk a volt csaja, akkor nem etikus szerintem, hogyha összejössz fel. Te gondolj, hogy neked hogy esne, hogyha összejönne valaki a volt csajoddal. Hát, elképesztő, hogy milyen jó gyerek vagy. Elképesztő. Te olyan jó gyerek vagy, komolyan fölnézik. Ebben tényleg hiszik ebben, ezt most nem kamúgó mondom. Csabi, azt nem kell, hogy nincs bekapcsolva közben?
Mert nem kell, hogy kikapcsolod, bazdmeg, kapcsolod vissza. Csabi, egy kikapcsolt, izé. Hát nézzel, hogy mi történik, és semmi, bazdmeg, tekerem, csavarom, és sehol sem. Csabi kevergeti a tojást, egy kikapcsolt vissza. Az a baj, csak Csabi, elmondom, mi a baj. Annyi csak a baj, hogy nem iszol. És mert nem iszol, ezért droger vagy. Nem, meleg. Nem, mert így is elég kemény vagy, eléggé durván bekérdezgetsz, és így nem. Na mi a szimpatikusabb, mi tetszik jobban, hogyha a nyomulós a csaj, vagy a nyomulós lányok tetszettek át, vagy inkább a félénk típus? A mai világban már nincsen félénk típus szerintem. Mi? Manke? Félénk típus vagy? Az én barátom nagyon félénk. De aranyos, a mai világban most már a csaj durvában, mint bármi. Hát ez nem igaz. Szerintem, de. Vagy legalább én találkozom ilyenekkel. Írja valaki, járnál-e együtt olyan csajjal, aki rosszul csókol? Nem. Semmiképpen. Saját bevallásod szerint te jól csókolsz? Mit tudom én, bazen, nem tudom. Én rohadt jól csókol, nem tud magad, hogy csókolsz? Jól lehetem. Én figyelszem. Nem utasd meg. Amikor támadásba lendülnek ezek az ajkak. Ah, igen. Az nem a kell. Az nem a kell. Kész a csávó, vedd meg. Na, nézzük meg. Jó, és azt mondja, elég durva kérdések vannak. Én kevén teszek fel. Volt olyan, akit kihagytál, és sajnálod, hogy kihagytál. Nem kell megmondani meg konkrétan. Volt olyan, akit sajnálod? Volt. És miért hagytad ki? Mert a tanárom volt az iskolában. Nem igaz, hogy rá tudtál menni tanárodra. Ne hülyéskedj. Hát te is rá tudtál, nem? Én nem. Ez egy óriási szívfájdalom, nekem nem volt dolgom tanárommal, pedig szerintem nagyon menő. Tanárt, osztályfőnököt megcsinálni. Az már, igen. Szerintem az nagyon-nagyon menő. Mit te mondod? Ezt nem mondom el, akkor tudni fogja, hogy ki jön. Kit érdekel? Nem. Oh. Nem, de találkoztam vele egyébként egy pár év múlva, és... Nem igaz. De, és még mindig jó nő. Sőt, jobb jövő, mint akkor volt. Jó, de legalább annyit mondj meg, hogy legalább gimivel vagy, tehát hogy nem általánosban akartam. Nem. Nekem általános iskolában volt egy helyettesítő rajztanár. Marika néni. Figyelj, ott nem, azt figyeltek. Azt hiszem, egy hétig volt a tanár, mert szerintem utána kivették, mert látni minden pali rámet. Az egy zseniális csaj volt. Na figyelj, Tibor! Csabi, azt kell csinálni, hogy ezt most visszajönjük ide, és kell egy fedő, van fedő, vagy van ilyen... A fedő, tök jó mondta, Csabi, büszke vagyok. Fedő, vagy bármi. Fedő, vagy egy fedő? Vagy egy fedő. Egy fedő. Ha belesik, az rá való? Nem. Csabi, de... Nem, egy fedő, van egy fedő. De Csabi, de honnan tudja? Ah, ott, máskor, de ott. De ennek van fedő, és a játja? Amit most lőttél, hogy azt tudja. Leveszem. Akkor de azért valamit adjak rá, vagy kikapcsolod az én? Egy ilyen kettesen kell, jó? Na kettesen, Csabi, fingeresi meg kettesen, de kettesen hagyjuk. Hát, hogy na néhány kommentre menjünk rá. De jó voltál a popdarálóba dicsérnek. Szereted a popdarálót? Ez egy jó műsor volt. Aha. Ez egy jó műsor volt? 12 éve volt kb. Én tudom, mikor voltam, azt kérdeztem, hogy emlékszel, mikor voltam, hogy jó volt? Kurvára emlékszem. Nekem azt például a műsorra ez tök jó lett volna. Már csak 3,500 néznek. Igen, mert picikét elfőzögettük. Na. Elfőzögettük. Csabi írja Bogláta, hogy egyszer azt mondtad, hogy jól mutattok együtt, de azóta nem kerested. Ezt nem jutott, senki nem jutott, nem utasd meg ezt. Ott van! Ezt hivatlak. Egyszer azt mondtad, hogy jól mutattok együtt, de azóta nem kerested. Ilyen van, gyerek, ilyen blöfföket megenged az ember azért autógrafosztás. Valószínűleg jól mutatunk együtt, tényleg. Nem biztos, hogy jól. Ilyen blöfföket megenged az ember azért magának. Csabesz, amíg ez a kaja elkészül, azzal tudjuk visszaszerezni a nézők szeretetét, hogy igenis el kell kezdeni... Nem, se nem táncolunk. Telefonbetyárkodni. Jó. El kell kezdeni telefonbetyárkodni. Na, csak neked? Azért felveszem. Várjál! Andriskám! Vastag Csaba telefonja, Kassa Tibor vagyok! És felveszi! Szevasz! Itt vagyunk élőadásban, főz éppen egy nyomorúságos rántott, tehát a Vastag Csaba... Most pedig anyámat szívta az előbb, az ez nem esett jól. No. Úgyhogy itt vagyunk most. Fontos, vagy visszahívjon? Fontos, akkor mondjad és akkor átadom neki. Már ez aztán kurva fontos volt. Azt mondja, hogy nagyon üdvözöl és majd keresem. Hát na, ez kellett volna, ha benned marad. Jó, hívunk utána, élő után, jó?
Csőváz. Köszi! Azt mondja, jók vagyunk. Nézd meg! És mekkora blöffös szar! És mekkora blöffös! A sziasztok, jók vagytok! Magyarul nézi az élőt és bele akar cserélni. Igazi blöffös! Igazi blöffös! Na gyerekek, küldjetek számokat! Úristen, nagyon jönnek a számok! Küldjetek számokat, és hogy mi legyen a küldetés. Két küldetés. Csabi ott főz. Ott főz. Csabi. Azt most, azt a sört húzóra, mielőtt bárhol megyünk, jó? Ezt én is. Rajta, így van. Csabi, úgy van. Csak azért, mert konkrétan nem iszol. Na jó, 3500-an vagyunk, ez zseniális. Vannak számok, van kell? Van. Milyen jó, pár kérdés még. Milyen nők jönnek, mi a típusod? Nincs a típusod. Olyan nincs. Nincs tényleg. Hogy nincs típusod? Nincs. Vagy barna, vagy szőke, kicsit teltebb, kicsit izé. Nincs. Adj el meg, Csabe. Fasz, meg tetszik mindenki, de nincsen ilyen. Mindenki tetszik? Most rám nyomultál? Ez kurva szarul esik. Hagyjad meg. Ennyi ember előtt rám mozdult? Hagyjad meg magadat. Na jó, úristen, mindenki elküldt az összes ismerősének a telefonszámát. Kérdezd meg, micsoda? Nem értem. Na jó, oké. Elküldtek egy számot és mondták, hogy mondja fölhívtuk, hogy meghoztuk a lépát. Kibaszott rógerek vagytok. Na jó, gyertek ide is hozzám főzni, ilyen két férfi szívesen látok. Mi a baj? Boglárka írta. Boglárka, jövünk a Csabesszal, hogy egy címet el tudsz dobni privátba, akkor én elkérdezkedek Mankertől. Mankert, mehetünk a Csabesszal? Hol laksz? Főzni. Igen, ezt akartam én is mondani. Igen, nem mindegy, hogy Szlovákiából jössz, vagy... Figyeljetek, engem Manker elenged. Engem Manker lehet jelenged, hogyha... Nem mondtam. Lehet jelenged. Még valaki be akar kerülni? Van még valami haverod, aki be akar kerülni? Adj le, Marci. Závodi Marci. Kassa Tibi vagyok, szevasz. Cső. Fontos? Mondja, átadom a Csabinak. Závodi Marc, szeretne domálni a közös számmal kapcsolatban. Miért érzem azt, hogy megint egy promóciós hívások zajlanak élőre? Nem, az meg semmi. Baj van, a közös számmal szar lett? Mi van? Nincs szar, nem, szar lett? A legjobb a közös dolog. Ja, az, hogy nem énekelted föl, ebből a Csabira ismerek. Éppen állam meg egy rántottál valami bizony egy főzőműsort. Csabi, menjél már a Závodi Marc az énekel az új számodat, mert tényleg... Oké, jó. Én is megyek. Jó, mindketten megyünk. Jó, oké. Így furcsa. Éneked fel az új számodat. Most azt nem mondta, hogy nem a menedzseret hívogatja egyenként összes ilyen embert, és az mindenki fölhívogat élőadásból. Na jó, gyerekek! Van, úristen! Na, kit hívjunk föl? Van, van szám? Van. De Csabi, hízd a számodat! Hízd a számodat! Nem mondjuk be, hogy ma kell megmutatja, hogy mindenki hívogatja föl. Lehet ott írtani a számodat? Lejjel. Telefonbetyárkodunk Vastag Csabival, gyerekek, a kaszakonyhában. Azt írják, hogy jó az állkapcsolat. Egyébként kísértetésen hasonló most a szakállunk. Ugye hasonlóan, ha jól megfigyelők vagytok, láthatjátok, hogy hasonlóan sármosak vagyunk. Ugye, rögtéletek is, geci. Mi ez? Hasonlóan sármosak. Most láthatjátok, ugye, hogy két, mind a ketten jóképők vagyunk. Kedves kérdőnök. Na, mióta nyomjuk egyébként? Mert az embernek elmegy az időérzék, hogyha egy ilyen jó dumájú sárccal van. Ez hogy kell lehet? Szívem, hívjuk a tiédről, mert vastag, nem, azt se tudja. Azt tudom, hogy nem is kérdezik. 38 perce. 38 perce nyomjuk. Jó, akkor még van egy 20 percünk. Úristen, a komplet teljesítettet elküldi az ismerősének a telefonszámát. Nagyon helyesen teszik ezt. Megpróbálom nekik. De nem tudod? Beállítások, telefon, beállításokba menj már be. Jó, megtaláltam. Jó, ott van egy letiltott telefonom. Jó, én meg beírom. Na gyerekek, Csabi sokkal jobb így a Sára. Sára, nyilvánvaló hazugságban ne bonyolodj bele. Nézzük meg azért Csaba éppen akkor ott jogó szemetét. Hidd el, hogy nem akarok hozzá nyúlni a rottyogó szemetethez. 3700 ember. Na mondom, mit kell mondani. Oké. Okay. Igen? Láttam a szemét. Jaj, várjál, felejtettem, mit kell mondani, de mondom. Csabi, de az a lényeg, vastag Csabi telefonbetyárkodni fog, de az a lényeg... Na igen, most már tényleg az összes ismerősödnek most kezdtél hiányozni. Hagyjátok, hogy eltévedtetek, éppen buliba tartatok, és hogy tud-e segíteni. Ennyi? Igen. Hát ez óriási. De valami ebben biztos van valami. De próbáljuk meg. De az a lényeg, hogy mutatkozz be, kihangosítjuk, hallja előre, hogy hallják, és az a lényeg, hogy be kell mutatkozni, hogy vastag Csaba vagy, a Kassa Tibivel eltévedtünk, és...
Köszönöm, megtettem okay. Tényleg. Na jó, semmi. És akkor most visszaállunk a régi, az old school módszerre, amikor én találok ki számokat. 9-el kezdődjön, 9-el. Miért? Majd van. Hát ilyen is van, te hülye. Ez a szám, ez frankon mondom, hogy van. Kihangosítva, vastag csava vagy kaszatívvel, de mind végig kaszatívvel eltévedtünk és bulizni akarunk. Bocs a zavarásért, szia, Vastag Csaba vagyok, és a Kaszatibivel vagyunk itt ketten, és eltévedtünk. Szeretnénk bulizni menni valahova. Tudsz segíteni? Ti merre vagytok? Mit csináltok? Szerintem lesz el, Nem. Téged akartunk direkt hívni, mert úgy volt, hogy találkozunk egy pár percen belül. Egy kedves barát adta meg a számodat, és össze kéne találkozzunk most. Merre vagytok? Hol vagytok? Hát, Csabi, azt elmondom, mi a baj. Várjál, hívj vissza te. Nem, kurvár, az a baj. Nem elmondom, mi a baj, Csabi, hogy telefonbetyárkodásnak nagyon fontos elemet. Nem őszinte voltam, nem látod? Nem az a baj, Csabás, motyoráztál itt, nem így, ezt keményen kell nyomni. Akkor nyomj el. De nem ezt a Csabi. Hívj vissza. Mondok egy másikat. Vastag Csaba vagyok, itt vagyunk Kaszatibivel, és hogy mondták, hogy veled fogunk bulizni ma este. Kit? Valakit így az izéből. Nem. Most hívok egy újat. De csak így beírja számot? Igen. Találom rajtuk egy számot. És mondd azt, hogy Vastag Csaba vagy. Ne, akkor mondnak, hogy Vastag Csaba vagy, és őt kell hívnod fellépés ügyben, hogy hol lesz a koncert. Nem. Ezt ne vicceljük el. A koncertet? Na, igen, koncert ne. Akkor inkább... Na mi legyen? Itt vagy Kassa Tibivel, és meghoztuk a fát. Meghoztuk a pizzát. Meghoztuk a fát. Meghoztuk a fát, hogy hova tehetjük. Itt vagyunk azt, hogy meghoztuk a fát. Jó. És hova tehetjük. Kurva is. Na gyerekek! Baszmert! Hát nem is értem. Csavers! Na ezért kell real számokkal dolgozni. Milyen legyen a hármas legyen az előhívója, vagy 9-es? 9-es. Jó. Nem, tudod, hogy van. Ilyen szám kuti van. Meghoztuk. Ki van kapcsolva? Nyilván, vasárnap van, bazdmeg. Szerintem kiválj be ilyenkor. Írsz be számot? Na van kell írni be számot. Gyerekek, ha van telefon betyárkodó sötet, akkor Csavesz, ha megnyomjuk. De az a baj, hogy motyogsz közben, rendesen nyom meg keményen. Hozzak egy sört, Csavesz? Ne. Miért? Nem akarok már inni, mert most enni fogunk mindjárt. Komolyan, megkóstoljuk ezt mindjárt a... Mindjárt készen van. Fúcsa, valami vigyosz? Miért nem néz ki jól? Ja, de! Csavi, ráközelítettem, nyugi már. Tedd vissza nyugodtan. Ott van. Igen. Ha? Akkor elközelítünk. Jó, jó, akkor azt próbáljuk meg, mondom, hogy ma kell közben mond nekünk számokat, mert vannak számok, hogy meghoztuk a fát. Meghoztuk a fát. Na, mert az, de inkább kitalálok ma kell, most ez lehet egy kamu számok. Nem, hidd el. Na, vastag Csabával telefonbetyárkodunk. De az Csabi, egyik én telefonkönyvemből van. Nem igaz. De. Tényleg hívjuk a Manker ismerőseit, azon nem szar. Várj, azt írom meg. Jó. Anyukádat hívjuk fel. Figyelj. Szerintem, nem anyukádat. Ismerősödet hívjunk fel. Barátnődet hívjuk. Vele régen nem beszélünk. Várj. Milyen mindegy, bazd. Tudod? De mindegy. Jó, de hangosan, hogy nem otyogjál. Szia, Vastag Csaba, jövök, meghoztam a fát. Ennyit mondjál, nem vagyok. Vastag Csaba, meghoztam a fát. De itt vagy te is. Nézd vagy. Nem vagyok itt. Most vászlán, ne akarják kifarolni a végén. Nem akarok kifarolni, de egyedül hoztam a kibaszott fát. Várjál már. De szarik a fákra, nem látod? Nem már. Vászlán, milyen ismerőség vannak, Manó? Magánszem miatt nem veszik fel. Igen? Uh-huh. Keresd egy másikat. Földjünk Manó telefonkönyvéből, találom rá valakit vele. Várjál, azért mutasd meg, kit hívsz. Előzményekből. Nehogy lebukjon a Manu valami ízével, vele. Na mindjárt gyerekek, de valaki jót adjál most. Gyerekek, Vastag Csabi, elkészülünk közben, kikapcsoljuk, vagy mi hagyjak rá kis gázt? 3 perc. Jó, adok rá egy picit, nagyon lassan. Szerintem örülni fog, és lehet fel is veszi, a magánszem miatt nem veszi fel egyébként. Oké. Tedd le. Vastag Csaba, jövő.
és meghoztam, akkor tudja, poén. Csak mondom, vasta csak, hogy meghoztam a fát. Hova tehetjük le? Jó az, figyelj, meghoztam a fát. Bazza meg, senki nem veszi föl, nem lehet, mert milyen ország ez? Nem lehet már fát, én is nem van. Faszállít meg, nem lehet, faszállít meg. Halló, halló, szia, Vastag Csaba, meghoztam a fát, hova vigyük? Szia, hova tegyük le? Itt vagyunk, bazd meg, kínálunk, figyelj, itt tartjuk meg. Lacika, gyertek már vissza! Nem hiszem el, na, hova vigyük a fát? A fát. A fát? A diófát? Nem, a bükköt, bazd meg, hát itt vagyunk, innen. Nem hiszem el. Feri, gyertek már vissza! Na mindegy. Hova tegye a fát? Hova tegyük le? Azonban nézi az élőt. Szevasz, itt vagyok, Kassza Tibor. Nézted az élőt, hogy miért nem vetted be? Hát nem pont az élőt, de mindjárt nézem. De mindjárt nem jó. Szevasz, jó, cső. Ezt tényleg szevasz, jó, tessük vagy mert. Ó, de nem jó, így te ismerősnék. Jó, semmi, kurvára. De ne kiabáljál vele, csóló megijedt. Várjál már. Dehogy ijedt. Dehogy kurvára megijedt. Nem ijedt meg. Most a kettő között, itt most hívok egyet. Ez most találom. Kettő között. De mindegy, hívtam, hogy találom. Akkor most beszélj te, mutasd meg, mester, hogy kell csinálni. Itt van, bazd meg, ezt kapd el. Figyelj, hús. Beszart. Figyelj. Megmutom, hogy kell ezt. Nem, fasz. De mi? Mindenki alszik? Milyen ország ez? Senki nem akar fát. Ez most nem fa lesz, várjál. Akármit, várjál, ez most ezt kap be. Nagy utolsó. Nagyon jó írták, próbáljátok ezeket. Ne, tök jó. Nem, azt tudja, hogy nézzük. Ezt ha fölveszi, akkor most hallhatsz egy igazi telefonbetet. Most hallhatsz egy igazi telefonbetet. Hagyjatok már számokat. Egy fekete öves telefonbetet. Ezek nem ő. A Tibor. Na itt hallhatok egy számot. Na, jó az. Oké, ezt a csaja küldte el a számot, most nyomjuk be neki, hogy figyelj, hogy igazából el akarod mondani, hogy a... Hogy te jössz most, baszki, most ne. Most te vagy, mutassa meg a mester. Hogy kell ezt? Jó, várjál, múlva, itt van egy szám, várjál. Figyelj, de most nem ér, hogyha utána kurva jó lesz. De jó lesz. Na figyelj, itt van, most ezt a csaja küldte el, hogy ez a csávója. Figyelj. Mi a sztori? Hát, mindjárt mondok, hogy... igaz. Hát ez nem igaz, hogy senki nem veszi föl. Mi van ebben az országban? Mi az a másodat? Mit hívunk? Most hívok ezért. Igen, van. Kell, hogy legyen ilyen szám, most már tényleg elegem van, most nem veszi föl valaki, abba adjuk, és megesztük a Csabi kajáját. Még a végén. Na most egyet csinálok én, és egyet te. Jó. Elég durva kaja. Itt gondolítom. Jó néz ki szerintem. Nem veszi föl senki a magánszámot. Milyen világ ez? Jó estét kívánok, kis elemér vagyok, meghoztuk a DVD küldeményt. Köszönöm szépen, mindent rendeltünk. Itt van a neve a dobozon, szerintem ezt ön rendelte, Kis utca 2? Nem, ez másik utca. Másik utca? Ó, pedig itt az, hogyha... Jó, de megmutatom, hogy kell csinálni. A mester. Jó, mert az a baj, hogy most néni volt, aki föl volt készülve erre, hogy ez egy szivatás. Ah, nem ér, most egy dörzsölt nénibe belebotlottam, és a vastag fölarcosodik. Hát, most bátor. Az enyém az menő volt szerintem.
Kurva menő volt, ordibált egy körmössel, hogy megúsztunk a fát a kaszával. Hát tényleg? Hát mentem, nem akarom a hajam, ez olyan jól sikerült. Hát az volt. Kívül miért? Hát így, most a manker most átcsázva van. Miért a sztori? Hát figyelj, szerintem ez kurva, hogy meghoztuk a küldeményt. Meghoztuk a DVD-t, és milyen DVD-t? Kasszati DVD-t. Van egy csendben, én próbálkozok, és akkor felveszi gyorsan. Jó. Fél DVD, hogy most ez egyesem. De ezért már nem tudom már mi ez a szemét, hogy ennek milyen... Nem látom magasabbra. Szia, meghoztuk a DVD-t. Hogy mi? A DVD-ket meghoztuk. Milyen DVD-ket? A Kasszatibi felnőtt tartalommal. Mit tudom? Kasszatibi DVD a felnőtt filmes, tudod? Tudod? Jézusom, nem tudom, mire beszéltek. De. Mi vagyok? Meghoztuk a DVD-ket. Csabi vagyok, tudod? Kassa Tibi és a... Hát ne... Csabi vagyok, hát itt vagyok a ház előtt, hát gyertek már le! Nézd ki az ablakon! Meghoztam a DVD-t! A Kassa Tibi DVD-t! Jó, szerintem pihenni! Na mindegy, ezt most csak ezt kihagytad. Szevasz, Kassa Tibi vagyok, meg a Vastag Csabi, a Manó hívott föl téged, mert azt gondolta, hogy ez egy jó ötlet. Jó pihenés, bocsi, puszi! Jó összeget, szia! Ne utáld nagyon! Jó összeget! Rá kis unta! Vele jóban voltál régen? Ő már nem akar eltöttem. Szegény, hát én nem akar eltöttem. Őt elvesztettük. Jó, gyerekek, a telefonbetyárkodása konkrétan beleizhatna a csapban YouTube. Amúgy ez kúra jó. Kívaszok kellemetlen egyébként. Na gyerekek, közben konkrétan a fél ország küldi a telefonszámokat, hogy kiket hívjunk föl, és közben nagyon röhögnek. Figyelj, azt mondja, hogy... azon, hogy kibaszott jókat küldenek. Mondd a számokat, írjál be. Hát itt van, itt van, írjál be pár számot. Majd missziót keresünk, hogy mi a misszió. De jó, az figyelj, az igaz, jó, legyen az, hogy valamit kell csinálnia, hogy az lenne a kérés, hogy itt vagyunk a ház előtt, és hogy nem csak hogy nézzen ki az ablakon, mert van egy meglepetés, van egy meglepetés. Állítólag mindig felveszünk. Jó, van egy meglepetés. Az a kérdés, hogy nézzen ki. De mit hoztunk? Fát. Mindig fát hozunk. Ja. De én parasztos tájszólás. Csaba vagyok, megkodtam a fát. Nem megkezdtem, várjál. Hello. Szia, meghoztuk a fát. Csabi. Ezt elhiszem el! Jó, puszi, mi szeretünk! Csau! Na, ez jó volt! Kurva vagy! Ez kurva vagy! Csau! Ezt paszakoztunk a fel! Csabi! Csabi! Jó, hát így bukjál le! Á, nem, az a baj, hogy a rajongók, most a rajongók a saját számokat küldik, nem jó? Találom számokat küldenek! Legyen? Nagy mamája valakinek! Na, az jó! Jó. Meghoztuk a fát! Fát, neki is? Kurva jó, hát mindenkinek fa kell, jön a fűtés ez a... Jó. Jó. Na, egy utolsó fa, és te megkóstoljuk a szemetet, amit főztél. De ez kurva jó kell, az meg, nem személy. Úgy már nekem. Nézd már meg. De figyelj, ez igazából, ez ilyen bolonyai rántotta, mi jó? Vagy, mi az a baj, hogy nem értesz hozzá. Itt indul az egész. Velem van a baj, én vállalom. Veled van. Én vállalom. Kicsit gyanúsan arany szám. Figyelj, milyen? Milyen szám? Beszívattat minket, ez nem egy nagymama. Próbáljuk meg, aztán kajáljuk. Azt mondja, próbáljátok kétszer a magánszám miatt, lehet másodjára leszni. Csabi. Tényleg? Szerintem ez meg hivatalos szám, nem? Szerintem is. De egy utolsó, én blöffölök egyet. Jó. Barátnője valakinek. De azt tudni tudja, nem? Nem biztos. De akkor írd be. Na egy utolsó telefonbetyárkodásra megkóstoljuk Csabi kajáját. Ami jó, nem akarok előítéletelni, mutasd! Ez kivazatjó lesz. Biztos. Még nincs meg soha. Ezt akartam mondani, hogy most ugrod be, és most sem most nincs meg. A végén, ne okoskodj el ebből, jó? A végén rakjuk be a sót, borsot, a bazsalikomot. Na, gyerünk!
Na, jöjjünk tájból. De várjál, te vagy. Csak ő megpusztult a fát. Persze. Szia, szia, Csabi vagyok, meghoztuk a fát. Itt vagyunk a fával, meghoztuk a kamionnal, tudod, a fát. Várjál, én kivel beszélek, én Gáramona vagyok. Hát Csabi vagyok, itt várunk innen, gyere már ki, itt van a fa. Bazd meg! Azt mondta, hogy... Oké. Okay. Azt mondta, hogy oké. Okay. Tehát akkor véletlenül most ki fog menni a fáért? Valószínűleg ilyen. Ha kimentél a fáért, ne harű. Jó? Ninja. Vagy. Jó. Majd viszünk. Jó. Jövőre. A Csabesz visz neked fát, jó? A Csabikám. Kiálltad a próbát, közben folyamatosan igazából 4000 körül tartott arra a nézőszámot, ami zseniális. Úgyhogy ezt szeretnénk neked gratulálni. Gyerekek, egy nagy tapsot megérdemel Csabesz, hogy itt volt velünk. Hát az, amit főzött az azért elég fura, de ilyen paradicsomos ügy. Figyelj, ezt fogod holnap is kérni. Biztos? Holnap is ezt megkérdezni, hogy jöjjön vissza. Aha. Hát ugye hány, mondd, röviden elmondod, hogy mi ez, hogyha valaki meg akarja csinálni, bár elég bizarr. Ez egy ilyen izé. Csabi, te mondd el, hogy készül, csak röviden azért, hogyha valaki meg akarja csinálni. Jó, olajhagyma, szalonna, kolbász, bele paradicsom, aztán... Mit raktam még bele? A pörkölt és tojás. Nem, ennyi. Ez egy ilyen minden bele pörkölt, vagy rántott. Csabesz. Jó, milyen megkóstoljuk? Még egy utolsó kortot azért én azért iszom veled. Ha legyen jó. Hát, te nem is iszol, akkor te nem iszol. Ez a saját döntésed. Hogy iszol, vagy nem iszol. Várjál, tőlem ilyen, csak majd... Kóstold meg nyugodtan, zseniális. Jó. Ez zseniális. Ez vagy reklám, azért adtad ki, hogy... Nem, ha lássák azért szépet iszunk, nem a commerce töménnyel, de turbosítunk. Kóstolod meg nyugodtan, tényleg. Nem, köszönöm. Jó, de jó. Na gyerekek, csak közben azért, hogy egy picike komolyság is legyen benne itt a végén, hogy mi újságban Star Academy ügyben, jó vagytok? Nagyon. Aha, nagyon jó a műsor, nagyon szeretjük, ügyesek a fiatalok, és úgy látom, hogy fejlődnek is nagyon szépen. Mennyi idő? Karácsonyi toljátok, ugye? Aha, 17. Akkor még rengeteg idejük van az, hogy azért kiforják magukat, nem? És ki is fogják, igen, mi nagyon sokat segítünk ebben. Jó, tök jó. Koncertek? Az is. Hát most nyilván a szombatokat lemondtuk sajnos, úgyhogy... Azért neked ez egy szabad szemben, jól látok. Elnézést kérek mindenkitől a szombatok miatt, hogy legyen. Ja, akkor nekem ezért van ennyi bulim szombaton. Hát valószínűleg azért hozzátettem egy dolog. Nekem mindig onnan lehet tudni, hogy sok koncerten van, akkor mindig tudom, hogy beteg lett a vastag csapat. De tényleg egyébként. Nekem mindig akkor van. Sok bulim, mikor beteg lesz a vastag csapat. Nagyon. Jó, a gyerekek, milliószor elpuszulunk mindenkitől. Köszönjük mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm Vastag Csabának, hogy itt volt velünk. Csabeszkám, mit kívánunk neked? Fél, most a koncertek mennek, tévéműsorba vagy, bordád eltörve. Igen, kurva jó. Hát, mit kívánunk nekem? Mi most ilyen nagy vágyad? Most lesz nagy koncerted, vagy valami? Most tévében vagyok igazából, ezzel vagyok elfoglalva. A legnagyobb vágyom az, hogy pihenhessek egybe két napot, ez egy szép. Ki vagy, olyan? Hát nem vagyok ki, de mondjuk itt egy kis alvás ráférne azért. Igen? Jó, figyelj, ezt kívánjuk. A gyerekek, Csabinak két nap alvást kívánunk. Aludjatok velünk. Ezt kívánjuk. Igen, ha valakinek kicsit áthallásos lett volna Csabikért, igen, tehát ez benne. Aludjatok velünk, jó? Szendvics Csabával és Kasszával. Kasszával. Puszilunk mindenkit, megkóstoljuk, amit Csabi csinált. Megmutatod azért, Csabi, megemeled? Csak hogy lássák, hogy pontosan mi ez, ami készült. Ez nagyon jó lesz. Ez készült. Igen, hát igazából elég bizarr. De én megkóstoltam az előbb, és tényleg nem volt nagyon rossz. Nagyon jó. Szépen köszönjük Csabinak. Mi legyen akkor, ez legyen akkor Csabi randi rántottája. Elkészült. Csabi randi rántottája, és ezt most megkóstoljuk, és teszünk ki róla a fotót, jó? Hogy ez hogy néz ki kitálalva. Kíváncsi leszek, hogy ezt hogyan fogod tudni szépen kitálalni. Nagyon szépen köszönjük Vastag Csabinak, hogy itt volt velünk. Csabeszkám! Cső! Szép estét mindenkinek! Igen, holnap egyébként ugyanezt a produkciót Radics Gigi fogja bemutatni, úgyhogy arra kíváncsi leszek. Jön Radics Gigi, hát nagyon remélem, hogyha ő megjön és egy tükörtojást fog csinálni, akkor előre szólok. Radics Gigi, megölöm magam. Előre szólok, Radics Gigi nagyon tud főzni. Nagyon-nagyon vágja, tényleg. Komolyan? Úgyhogy ki lesz el holnap este. Na de jó! Jó gyerek, szóljatok Radics Giginek, hogyha egy ilyesmi típusú kajával jönne, mint amit most a Csabisz csinál, azt ne csinálj! Azt ne csinálj! Valami frontot? Jó lesz ez, ha meglátod. Jó. Gyerekek, milliószor puszilunk.